Na mindegy, sziasztok gyerekek, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Olyan szemüveg van rajtam, hogy nincs benne üveg, de így megfogom és kinyomom így a szememet, tudod, így át rajta nyomom. A mai nap az elég szépen indul, és ma pedig azt terveztem, hogy... Na most sültem be, hol van? Újra kezdem megint, a mai nap pedig azt terveztem, hogy vannak itt nekem ilyen fekete maszkok, krémek az arcokra, tudjátok, ami leviszi a pórusokat, meg leviszik ezeket a kicsi szemcséket, ezeket a fekete dolgokat az arcodról. Leveszem azt a szart addig, és remélem, hogy leszedi az orcomról a szép, a csúnya dolgokat, és szép leszek tőle. Remélem, hogy így lesz. Kimaszú pataja! Szóval most akkor bemegyünk mamóhoz, utána pedig megyünk az egyik haverhoz, és ott fogom megcsinálni ezt a fekete maszkos arctesztet, amire már tulajdonképpen szerintem már 3 hete várok, hogy valamikor legyen időm rá megcsinálni, meg hogy legyen kedvem megcsinálni hozzá, és most jött el az a pillanat, ez a szép derűs napocska idő. Remélem, hogy lesz még sütemény, mert kezdek még éhes lenni. Ahogy ide bejövök mamóhoz, azonnal egy tál sütemény nyom a kezembe, és egyél. Ha nem eszek, megsértődik, és bedurcizik. És nem lehet utána vele normálisan beszélni. Szóval ahhoz, hogy normálisan tudjak vele beszélni, ahhoz enni kell. Ilyenek ezek a mamák. De azt meg kell hagyni, hogy orbitálisan finom. Nem tudom, hogy milyen sütemény ez, de a krémje... És minden. Így az állaga. Király. Na üveskedjél már. A vonos, egy. Garnier. Ez olyan, mint a ragaszt. Ez gyanta, hallod? Nem azt nem, hogy... olyan gyanta lesz. Legalább. Ne üveskedj már. De... Mi ez? Nem tudom, de mi ez? A lényeg, hogy kenjed rám, mert rám fog száradni ez is. Kenjem rá? Várjál, hát tesóm, hát ezt hogy kenjem rá? Ezt ide teszem. Addig én kenem a másikkal, mit szólsz hozzá? Na, az a helyzet, hogy az egyik oldalon van a... avonos dolog, és a másikunk pedig a Garnier. De nem tudtam, hogy az avonos az fehér. Szóval úgy nézek ki, mint egy menekült, így fele-felébe. Mennyi időt kell ezzel várni? Legalább 15-20 perc. Jó, akkor várok vele egy órát. Lenne lehessen húzni a pofámról. Nagyon, nagyon durva lesz? Nem. Addig én szépen leülök addig zenét hallgatni. Most akkor várunk van, várás van. Ja, mindjárt elkezdi majd a mimikáimat kiölni. Szóval nem fogok majd tudni mimikákat kiadni, mert fogom érezni a bőreim húzogálását, húzását. Nincs enni semmi. És ha kezdem úgy érezni, nem tudok mimikázni. Ugyan poker face az arcom. Így innentől tovább nem tudom. Ez a maximum. Or... és száj tartás, nem tudok nevetni. Nem tetszik ez a maszk. Várok cokiba, addig instázok és kész. És mindjárt kész vagyok. És mennyire feszülítem már? Adjad! Úgy is beadom a tapot. Ne érj hozzá! Piszkos kezed. Jaj, nem tudok nevetni. Nem tudok nevetni, ez a baj. Nevetnék és nem engedi az arcom, hogy nevessek. Hallottam a tőjét? Nevetnék, meg beszélnék, meg mosolyognék. Nem tudok. Fekete. Nem tudom megvágni. Na megyek, leszedem! Elékezett az igazság pillanat, hogy gyerekek. Le kell, hogy húzzam ezt a valamit. Innen elkezdem. Azt nem lehet lehúzni? Nem ilyeskedj már. Ez mi? Hogy csak ennyi jön le belőle? Na, lejön! Látod? Hát ezzel nincs probléma.
Egy pipa. A von az, az easy volt, az könnyen lejött, de ez... Nem tudod, látható semmi. Muszáj vagyok lemosni ezt a szart, mert nem jött le. És akkor csak így kezdjem el lemosni. De úgy, akkor mi értelme van? Nem tudom mi értelme van, de szappan a tűzre kell lemosnod. Ne vizsgedj már. De így akkor nincs értelme ennek. Ennek mi értelme van? Miért kentem magamra? Na szóval, a véleményem. Garnier. Nem lehet lemosni, szóval nem értem, mi értelme van akkor, hogyha nem lehet lemosni egy olyan maszkot, amit alapból le kell húzni. Avonosba, abba kellemeset csalódtam. Ez mi? Na, fel akartam venni, és így... Szerinted oda mehet? Te ragad, olyan, mint a pillanatragasztó, de egyértelműen könnyen le tudtam húzni, ahogy láthatátok is. Garniert pedig... Meg kell fürödni utána, szóval a fürdés kell utána beiktatni. Nem kell tudom befingolnom. Kis vezetős vlog a nézőimnek. Egy olyan szemüvegbe, aminek nincs üvege. Csak szóval, kerete. Szóval most megyünk haza, gyerekek. Meg azon gondolkoztam ma, hogy szerintem a hó miatt én le akarok csúszni a egyik dombon. Valamint köszönöm szépen Dave-nek, meg szerette volna itt is köszönni nektek, Dave-nek, hogy Steam-en adományozott nekem egy kisebb fajta összeget, szóval nagyon szépen köszönöm neked. Itt a sarokba láthatjátok a nevemet is, hogy mi a nevem. És már itthon is vagyunk, megérkeztünk üresbe, és innen már csak gurulok hazafele. A süteményt nem felejtsük már neki venni hátulról, mert mama küld a sütit. Na most az van, gyerekek, hogy ráültem egy táskára, és le akarok csúszni ezen a kis dombon, mert élni kell az életet, nem pedig álmodni. Hiába vagyok 20 éves, akkor is le fogok csúszni, szóval itt van vége ennek a vlognak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, tartsátok meg szokásaitokat, nézzetek tovább még faszta videókat! Pozdrav, tekin, čau, sziasztok!